Üdvözlök mindenkit a csatornán, itt van Pispolti Kevin, a magyar felegyerek, aki már azért kicsit letette a névjegyét itt a drift mezőnyben. És elsőként ugye megnyerte a semi-pro kategóriát, ugye tavaly. És mesélj az új autódról, mert amikor utoljára találkoztunk, akkor még ugye a régivel. Az M46-tal voltam. Így van. Nos, hát azt tudni kell, hogy ez egy E92 kasznis, LS3-as motoros, 6-2-es V8 motor van benne. És 550 lóerőt tud az autó. Azt igen. Mondni kell, hogy Samsonas szekvenciális váltó van benne. Aha. Ez, nagyon beteg. Ez igen. Pedig a kézifék. Nagyon csalós, mert össze lehet őket tévesztani. Igen. Ecomasters motorvezérlő. Mennyivel másabb, mint a Motec vagy a különböző Linkek Hú vagy ezek? Az a baj, hogy ebben nagyon nincs tapasztalatom. Ja, értem. És ezért nem tudom eldönteni, hogy melyik a jó. De nekünk ez bevált, szóval persze. Szóval ez tökéletes. Vintage differenciál mű van benne. Vagyis alatt a fotózatokban. Talán látszódik, hogyha lejjebb viszed a kamerát. Persze. Aha. Ja, látom. Aha. Igen. Mondom, cserélhető áttételű differenciálni. Igen. Winters. Igen. Ja, az. Igen. Akkor... A kipufogó az... Az egyedi. A full egyedi az egész. Aha. Egyedileg csináltuk a kipufogót. És HGK féltengelyek vannak benne. Az igen. Vice-up. Aha. Szóval és amúgy ilyen. Hogy jött az ötlet, hogy az E46 után egy E92 lesz? Hát, hogyha már E36-tal kezdtem, 46-tal folytattam, akkor 92-vel folytatom a 46 után. És hogy nem, ugye mindenki E36-tal kezdik, hogy nem E36-tal kezdted? Hát a mobilén találtunk egy jó árban egy 325-ös itt, és aha. Akkor... Ja, igen, láttam a videókat, hogy miért ne mit kibírt. A... Igen. Nagyon, igen. Még most is bírja, csak nem használom. És mennyi vagy elégedett az éveddel? Hát ez nagyon jó kérdés, mert... Nem nagyon vagyok megelégedve, ugyanis mindig lehetnék jobb. Tehát, hogy nem vagyok megelégedve vele. Nem. De fejlődöm kell. Aha, értem. Hát gondolom belecsöppentél egy sokkal másabb mezőnybe. Ugye a pro kategória azért más, mint a személy. Nagyon jó, igen, erősen. És láttam, hogy csodálatos eredményt értél el a Trackwoodon, Mária Pócson. Igen. Arról mesélj már valamit. Hát, az volt, hogy az edzésnap ugyanis a Trackwood az két napos volt. Igen. Első nap edzés, második nap fele verseny, verseny meg edzés. És hát az első nap tudtam menni, gyakoroltam, aztán tönkrement a kutunkom. Szóval Mária Pulcsról fel kellett menni Pestre, megcsináltatni, és utána meg vissza. Úristen! Aztán éjszaka ilyen 11 körül lettünk észvele, és másnap reggel is történtek bajok. Szóval reggel nagyon keveset tudtam menni. Aha. A kvalifikáción 15. helyet értem el, aha. És top 32-t tartottak, tehát az úgy jó volt. Igen. Majdnem a fele. Ja, igen. És ott Ámon Olivierrel kerültem össze a top 32-ben, sikeresen tovább jutottam. Igen, a top 16-ban egy példaképemmel, Tobiasszal, ő egy Driftmasters-es pilóta volt. Igen. Sikeresen követem a Driftmasters-t. Ott is. Igen. Első helyet értem el, tehát tovább jutottam, aha, a top 8-ban. Persze. Top 8-ban Magyar Tamással kerültem össze. Aha, ő nagyon ügyes volt, mert nem gondoltam volna, hogy pont a Trackwoodon kerülök vele össze. Aha. Az egy nehéz csata volt, szóval... De megoldottam. Aha. Aztán top 4-ben Marko Banovic, ő egy orosz bajnok, tudtommal. Azt mondták, nem követtem annyira. Aha. Nem tudom, az orosz tés nagyon... Ahogy ment a pályán, úgy... Igen. Lehet, hogy az volt. Ja, azt láttam amúgy, hogy ment a pályán. És akkor, mikor van a top 4, utána mehetsz az első, második helyért, meg a harmadik, negyedik helyért. Így a harmadik, negyedik helyért Pavel Trellával. Pavel Trell, a lengyel felegyere. A világsztár, jó volt. Aha. Jó, egy jó csata volt, ő lett a harmadik helyzet, én meg a negyedik helyzet, de az alatt a két kör alatt annyit tapasztaltam, mint lehet, hogy három verseny alatt. Igen, azért nem mindenkivel mész. Igen. Gondolom, egyszer azért szívesen össze elkerülni James Dean-nel. Igen, többször is. Akár és mit szólsz, hogy
hogy feltört a kezdeti betegeskedés után. Jó, James Dean? Igen, igen. Hogy feltört a Formula Dream-ben? Hát, Formula Dream-ben ez a 100 pontos quali, amit múltkor ment. Hát az... én neki ezt nem hittem. Tehát egyébként háromszor megnéztem egymás után, elemeztem is. És tényleg nem lehetett volna belegedni, hogy most hogy csinált. Hát azt láttad, hogy a következő kanyarnál dőltek el a bóják. Tehát azért olyan közel ment hozzá, hogy a légáramlat olyan tempóval ment el mellette. Hogy eldőltek a bóják, viszont nem döntött el, szóval így van. Nincsen gond. Aha, értelek. És mai napra mi a célod? Mai napra az első hely a cél. Megpróbálok mindent meg. Hogy van itt a pontozás? Mert láttam, hogy a negyedik helyen vagy most. A pontozás, igen. Hát most a negyedik helyen állok a bajnokságban. Így van. Viszont... meddig eljutott, hogy te nyert meg? Az egész pont. Igen. Hát megnyerni már nem biztos, hogy megfogom, mert nagyon sokkal vezetnek a felett az első három, igen. Ja. Mert az N46-tal kezdtem az évet, és top 16-ba kiestem már, nem állt össze az autó se, tehát nagyon nehezen tudtam megszokni. Megpróbálok mindent megtenni, aztán majd kiderül, hogy hanyadik leszek a bajnokságban. Nagyon jó. Hát köszönöm szépen, Kevin, hogy részemről, hogy rendelkezésem ráálltál újra. Hát én köszönöm. Április után újra, tökölöm. Figyelj, arra gondoltam, az a baj, túl messze laksz. Sajnos, de egyszer megoldható lenne. Nekem is van egy BMW-m, igaz, hogy utcai, de azért... Ami a pódodon van? Igen. Nagyon szép. És nem gyári, tehát azért csak a külseje nagyjából. Hát egy BMW ne legyen gyári. Mindegy, hogy egyszer majd valamit összehozhat. Rendben. Ezt össze lehet hozni, és azt is levalom. Jó. Megdomáltam. Na, köszi Kevin, sok sikert neked. Aztán nyert meg. Igyekszek majd. És hozd vissza az önbizalmadat. További szép napot kívánok nektek, hogyha tetszett ez az interjú, akkor iratkozzatok fel, hogy még többet lássatok, és a következő videóban találkozunk. Oké, és köszi.